Szörnyű tragédia rázta meg a kisvárost, villámcsapás következtében vesztette életét egy 8 éves kislány Bodajkon. Vendégeinkkel, dr. König Róbert gyermeksebésszel és Molnár Ákossal, viharvadásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A kislányt a kertben érte a villámcsapás, és a szomszéd és az édesanyja megpróbálta újraéleszteni. A legfrissebb hírek szerint sikerült is, majd a kórházba menet, illetve a kórházban összeomlott a keringése. Mi a teendő ilyenkor az újraélesztésen kívül, és mennyire gyakori az, hogy sikerül megmenteni, vagy nem sikerül megmenteni az áldozatot? Alapvetően én utána néztem itt a villámcsapással kapcsolatos sérüléseknek, statisztikáknak, egy furcsa adatot találtam, hogy a villámcsapásoknak csupán a 25%-a körülbelül, ami ilyen súlyossága jár, úgyhogy ez egy szörnyű tragédia így ennek az adatnak a függvényében is. Nagyon fontos tudni, hogy nem igaz az a mondás, hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda, és ettől függetlenül, hogyha ilyesmit látunk, vagy ilyesmi történik, akkor a legfontosabb az én véleményem az azonnali segítséghívás. Ez egy bonyolult sérülés lehet, ez egy komoly sérülés lehet, nem kell egyedül nekiállni ennek, még hogyha tapasztalt az ember, akkor sem. Úgyhogy azonnali segítséget kell hívni, és utána pedig el kell kezdeni az újraélesztést. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Egy ilyen helyen például, nem tudom, Bodajk, ugye azt mondtad a felvezetőben, tehát lehet, hogy ott a közelben nem biztos, hogy van segítség. Nem tudom, mire gondolsz pontosan. Az a világon mindenhol a tendencia, hogy mielőtt az ember oda megy segíteni, valakin kiabál. Egyszerűen a legegyszerűbb dolog, kiabálok, vagy felhívom az első telefonszámot, ami a telefonomban van, és leteszem magam mellé kihangosítva. A legelsőt, lényegtelen. Ez milyen okos dolog? És leteszem magam mellé kihangosítva, és közben én tudok azzal foglalkozni, hogy felmérem azt, hogy lélegzik-e a sérült, van-e szívverése a sérültnek, és közben ott csörög a telefon mellettem, és akkor tudok segítséget hívni azonnal. Mi történik ilyenkor a szervezetben? Ugye két ok miatt is, egyrészt megáll a szív az áramütés miatt, másrészt pedig az ijegység? Egy villámcsapás háromféle módon tudja befolyásolni az emberi szervezetnek a működését. Az egyik és a legtriviálisabb valóban az áramerősség, ami óriási. Viszont ugye nagyon sokszor ez az áramerősség, ezért az a 25%, ami halálos, átmegy rajtunk, mert le vagyunk földelve a szószoros értelmében. Ez az egyik fajta. A másik hatás, amit el tud érni velünk szemben, hogy úgy mondjam, a villám, az a hőhatás. Ez a kisülés, ez óriási hőenergiát képes generálni. És ennek a hőenergiának a következtében egy úgynevezett hangrobbanás fog keletkezni, dörgés, és ez a hangrobbanás pedig fizikailag tud minket megtolni és eltolni, úgyhogy ez a három hatásnak a kombinációja, ezért mondom, ez egy komplex sérülés, ez a három hatásnak a kombinációja, amivel ilyenkor mi szemben állunk. És mit tudunk tenni ennek elkerülése érdekében, hogy ne történjen ilyen eset? Ugye gyerekkoromban nekem nagyon sokszor mondták azt, hogy véletlenül se álljak fa alá. És ezen kívül meg mit tehetünk? Igen, ugye az a lényeg, hogy nem mi legyünk a környéken a legmagasabb pont, tehát hogyha mondjuk nincs más lehetőségünk, és egy erdőben vagyunk, akkor végül is fokozottan nem vagyunk veszélybe, de ha mondjuk egy pusztában, egy magányos fa alatt áldogálunk, akkor jó eséllyel ezt így fokozzuk annak az esélyét, hogy belénk csapjon. Az egy, még egy picit ehhez a témához visszakapcsolódva, hogy a segítségnyújtásnál, az is egy fontos dolog, hogy kihangsúlyozzuk, hogy az egy tévhit, hogy nem szabad a közvetlen villámcsapás után az emberhez hozzányúlni, mert hogy fel van töltve feszültséggel, árammal, tehát ilyen nincs, nem fog megrázni minket a sérült, úgyhogy nyugodtan meg lehet vizsgálni. Illetve hát, ugye, az is egy tévhit, hogy a fém vonzza a villámot, önmagában nem vonzza, ugyanakkor, hogyha egy fémtárgyat fogunk meg, mondjuk akár egy zárt térben is, aminek kivezetése van, mondjuk egy vízvezeték, akkor a kint lecsapó villámot be tudja hozni a lakásba. Tehát azért is lényeges, hogy a lakásban például az elektronikai eszközünket megkímélendő, ugye húzogassuk ki, tehát az a legbiztosabb. Lehet, hogy ugye van valakinek ilyen túlfeszültségvédő eszköze, de mondjuk a telefonkábel vagy a tévé zsinórja is, az is ugyanolyan, amin be tud jönni az áram a lakásba, úgyhogy legbiztosabb ezeket kihúzogatni. Ákos, neked miről szól a munkát tulajdonképpen? Tehát ez olyan nehéz elképzelni. Hát, mit csinál egy viharvadász? Viharvadászok egyesülete alelnökeként alapvetően a heves viharok kutatása, előrejelzése, és ennek egy fontos résztevékenysége a viharvadászat, amikor kimegyünk terepre, és a helyszínen. Úgy, mint a filmekben, amikor jön
jön ez a nagy vihar, akkor ti akkor kezdtek el éledni, és mentek ki autóval, és nézitek, és vizsgáljátok? Így van, tehát különböző... Az a van egy ilyen nagyon jó film, igen, ezzel kapcsolatban, nem teszem a címe. Igen, Twister. Igen, Twister, köszönöm szépen, így van. Lényegén tekintve erről van szó, tehát nézegetjük az ideási modell különböző térképeit. Ez nagyon veszélyes, nem? Igen, hát olyan értemben veszélyes, hogy nyilván ilyenkor mindig kitesszük magunkat annak a veszélynek, hogy akár villámcsapás is érhet, meg hát egy tornádótól pár száz méter közelségbe, ami mondjuk egy ilyen filmezésre ideális távolságot már azért... Ért már villámcsapás? Engem még nem ért villámcsapás, de egy olyan 20 méter távolságban már többször is volt, hogy becsapott mellém. Nem is mindig viharvadászat alkalmával egyébként. És hát az már azért intenzív, tehát ott már a hanghatás hát is adrenalin az életedben, akkor az igen. Jó, nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, köszönjük. És hogy befáradtatok. Köszönjük.